Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szép napot! Folytatjuk és befejezzük a generikus programozás blokkot. Itt a magas szintű programozási nyelvek egy tárgy keretei között. Van még pár függvény, illetve pár konténer, amit jó lenne megnézni, jó lenne kipróbálni. Annál is inkább, mert nektek kell a házi feladathoz. És hát, ha valamit feladunk házi feladatnak, akkor azt azért illik előtte megmutatni, hogy hogyan is működik. És akkor itt láthatjuk azokat, amiket eddig megcsinálgattunk, most csak egy ilyen kis listában, ilyen nagyon fapad, fapad módon mutatom, de akkor menjünk is tovább, és pár ilyen kis bemelegítő függvény nézzünk meg, mégpedig a kopit mert hogy euh, ugye ezt mondtátok is, hogy ez jó lenne látni. És akkor ez lenne az első példánk. Jó, hogy megírjuk ezt a egyszerű kis kopi függvényt. Öm, hogyan is kéne át pár inkluddal az sose árt. ugye, hogy is kellene ezt? Öm, csináljuk úgy, hogy vektorból fogunk másolni listába. Mert igazából mindegy is, úgyhogy akkor legyen egy vektor, meg kell egy lista, meg nyilván jó lenne ellenőrizni, hogy működik-e, úgyhogy akkor ki is fogjuk írni. Na, és akkor öm, hogyan is nézzen ki a program? Ugye egyrészt legyen nekünk egy vektorunk, mondjuk egy int vektorunk, öm, ami hát legyen simán csak egy ilyen tízelemű, most nem akarom túl bonyolítani, ebbe fogunk másolni, de akkor lehet, hogy inkább ez legyen double, ha már ebbe másolunk, mert fordítva ugye a narrowing miatt nem szerencsés, és akkor itt pedig legyen egy listánk, aminek, hát adjunk is az elemeinek értéket, hát nem bonyolítom túl, ugye néhány számot itt megadunk. Na, és akkor Jelen egy olyan, hogy lesz majd egy ilyen májkopi függvény, ezt fogjuk majd elkészíteni, aminek átadjuk ugye a kezdő iterátort, átadjuk a végiterátort, illetve átadjuk azt, hogy hova akarunk másolni. Jó. Ugye itt alapvetően ennyi elég is, mert nyilván itt meg kell adnunk a intervallumot, meg meg kell adnunk azt, hogy, hogy hova másoljunk, és akkor így ez alapvetően szerintem jó is. Ellenőrizzük is utána, tehát simán, simán kiírjuk. De mit írunk ki ugye a vét, mert hogy abba másolunk. És akkor szépen, simán csak így elemről, elemről elemről elemre írjuk ugye a tartalmát. Jó, na hát egy ilyen check még ide jól jönne, mert ugye ez a MyCopy eddig oké, okay, majd mindjárt megírjuk azt is, de azért jó lenne azt ellenőrizni, hogy amiben másolni akarunk, abba befejére az, amit másolni szeretnénk. Ugye látjuk, hogy az L az ötelemű, a V az most tízelemű, elemű, tehát jó lesz, de azért ezt ellenőrizzük le. Tehát, hogyha az elnek a, nem, a V-nek a mérete, az kisebb, mint a elnek a mérete, akkor, hát igen, egyrészt dobjunk egy ilyen, csak sikerül leírni, írunk egy hiba üzenetet, Hát v kisebb, mint l. Nagyon kreatív. És simán csak lépjünk ki. Tehát simán kilépünk a programból. Jó. Hát ez eddig semmi különös. És akkor most írjuk meg ezt a függvényt. Ugye egyrészt kell egy input iterátor típus, vagy hát inkább egy iterátor típus, meg ugye egy út. Ä, iterátor típus, amibe másolunk, úgyhogy itt most két típus is kell. Hát legyen simán out, nem ö, bonyolítom. Ugye itt a kopinál az a konvenció, hogy az output iterátor típussal térünk vissza, és ugye van egy iterátor ugye a first van egy iterátor a last -ra. és már itt kicsit húzok, mert nem fog ide férni, illetve az outnak a hát a result, tehát ahova másolunk. Jó, na és akkor ugye alapvetően annyit csinálunk, hogy szépen addig megyünk, amíg a first nem egyenlő a last -tal és itt egyrészt másolunk meg ugye léptetünk jó, és hogyha a végére értünk akkor ö, visszaadjuk a reszt ugye mert hogy konvenció szerint ugye a kopia, az azt adja vissza na nézzük ezt mindig elrontom? és akkor próbáljuk ki. Jó, és kiírja 1, 2, 3, 4, 5, meg 5 darab nulla. Ugye ez azért van, mert ugye ez a sima integeres konstruktor, ez nullára inicializálja a vektor elemeit, tehát ez így rendben van. Ugye az első 5 meg fölül írjuk, ugye a listával. Jó. És akkor itt pedig tényleg annyi történik, hogy ugye szépen végigmegyünk a, a teljes másolandó konténer elemein. Ugye itt másolunk, itt pedig léptetjük a, egyrészt a, a másolandónak az iterátorát, és másrészt pedig azt, ahova másoljuk annak az iterátorát is. Lépjünk tovább, és akkor nézzük meg ennek a kicsit továbbfejlesztett változatát, amikor adunk egy predikátumot, és ez pedig legyen a copy if, hogy adunk egy ilyen predikátum paramétert is, és csak akkor fogunk másolni, hogyha ez a predikátum teljesül. Ezt pedig akkor itt fogjuk kiegészíteni. Ilyen nagyon egyszerű kis predikátummal, és akkor itt fogjuk leellenőrizni, hogy ez, ez teljesül-e. Ugye alapvetően a csillagförztöt nézzük, tehát hogyha ez teljesül, akkor csináljuk meg a másolást, egyébként pedig csak léptetünk, de akkor a léptetést is be kéne hozni, így van, így van, mert így lesz akkor rendben a dolog, amúgy pedig csak a first léptetjük. Jó? Tehát látjuk, hogy átadunk egy predikátumot, ugye egy feltételt, ami teljesül, akkor fogunk másolni, egyébként pedig csak léptetjük tovább. Tehát látjuk, hogy itt kiértékeljük ezt a predikátumot, hogyha rendben van, akkor ugye átadjuk, akkor végezzük el a másolást, majd léptetjük utána a rizáltot, egyébként pedig léptetjük a főstőt, azt minden alkalommal nyilván, ha, ha, ha teljesül a feltétel, ha nem. Jó. És akkor uh, itt ezt pedig annyival egészítjük ki, hogy ide megadunk egy feltételt, mégpedig azt, hogy csak akkor másoljon, hogyha mondjuk az érték, amit másolnánk, az olyan, mint 3. Jó, ezt pedig egy sima kis lambda expressionbe itt uh, megtesszük. Ugye itt uh, egyrészt kell egy paraméter, ami hát most itt int, de majd megnézzük, hogy hogyan lehet ezt is generikusan elkészíteni, csak még nem tartunk ott. Itt adjuk meg a típust, hogy mi legyen a return type, és itt pedig csak szépen visszaadunk annyit, hogy x nagyobb mint 3. Ugye ami akkor lesz igaz, hogyha az x nagyobb mint 3. Jó. Ezt nem lenne alapvetően kötelező megadni, ugye itt tudjuk megadni egy ilyen lambda expressionbe, hogy a visszatérés típusa az, az, mi legyen. Tehát itt ennek a kifejezésnek a visszatérése milyen legyen. Nem nagyon szoktuk használni, mert általában nagyon ilyen tömör és rövid törzset szoktunk adni egy ilyen lambda expressionnek, viszont a picit netán hosszabb lenne, és mondjuk nem egyértelmű, hogy milyen típussal térünk vissza, akkor meg kell adni. De itt azért egyértelmű, nem lenne muszáj, gondoltam, megmutatom, így lehet. Jó, na nézzük meg, ah, igen, school kizit is, hogy lemaradt a név, és akkor, ha minden igaz, készen is vagyunk. Na, de próbáljuk ki. és így jó. Na és látjuk is, hogy csak azokat másolta át, amik nagyobbak, mint három. És mi az első két helyre másolta, ezért még a léptetés is úgy tűnik, hogy jól működik. Menjünk is tovább. És akkor nézzük meg a következőt, mégpedig ezt a inner productot, vagy belső szorzat. Kicsit lépegettünk így a matek fele, ezért már előre elnézést kérek. De nyilván azért egy inner product még nem egy bonyolult dolog, de mindenképp meg kell néznünk. Úgyhogy akkor ez lesz a következő. Ugye alapvetően annyit kell itt tudni, hogy ugye két vektor, páronként összeszorozzuk, és összegezzük. Jó? Tehát valami ilyesmi lenne, tehát két, két konténer, és így ö, oldjuk meg. Hasonló lesz ö, alapjaiban, megint egy vektort és egy listát fogunk használni, és akkor nézzük meg az alapkoncepciót, hogy mi is lenne. Ö, a könyv szerinti ö, könyv beli példa szerint fogok haladni, alatt talán már a prezentációban is említettem múlt alkalommal, hogy így az egyik ilyen indexnek a különböző számait, meg részvényeit nem értek hozzá, tehát azokat kell itt számolgatni. Hogy akkor egyrészt legyen egy vektorunk, ami ugye az adott részvénynek a árát fogja tartalmazni, és ezt inicializáljuk. Ezt majd meg fogjuk csinálni elegánsan egy mebbe, de most csak a példakedvéért egyelőre maradjunk a vektornál. És akkor kikopizom itt a értékeket, csak hogy konzekvensek tudjunk maradni. Igazából teljesen mindegy, csak hogy mindig ugyanazokkal az értékekkel dolgozunk. És akkor kell egy lista, ami ugyanúgy ért double értékeket fog tartalmazni, ugyanis ez fogja tartalmazni a súlyt. Tehát az adott részvény, hogy milyen súlya esik latba, ugye az index számításnál, ezt pedig ismét csak így kimásolom, csak hogy meglegyen. Jó, és akkor itt kellene kiszámolnunk nekünk ezt a úgynevezett DGI indexet, DJI indexet. Jó, ne gyízzünk, hanem jézzünk. És ezt számolnánk ki ezzel az inner product függvényjel. Na most, mi kell ennek az inner productnak? Egyrészt kell ugye a price eleje, ugye mert itt is iterátorokat használunk, kell a price-nak a vége, tehát ez biztos, kell ugye a súly, ott ugye a súlynál elég csak az elejét átadni, hiszen mi mást. Illetve ide is kell egy, úgymond ez a változó, tehát ez a inicializáló változó, hogy egyrészt mi legyen a kezdőérték, másrészt pedig ugye, hogy mi legyen a típus. Hiszen ez majd a típust is meg fogja határozni, hogy mibe összegezzünk. Jó. És akkor itt a végén csak annyit csinálunk, hogy kiírjuk, nem bonyolítjuk túl. Simán csak kírjuk ezt az index értéket. Jó. Na de hát akkor nyírjuk meg a inner productot. Ugye egyrészt kelleni fog nekünk egy-egy iterátor, illetve egy típus, ugye, ami majd a visszatérés is lesz, ugye, amiben összegzünk. Tehát akkor... Iterátor 1, csak hogy kicsit a nevezéktannal is... Uh, ismerkedjünk. Ugye hát nyilván itt lehetne valami nevet is adni neki, de nézzétek el most nekem, illetve kell egy harmadik is, ez meg egy ilyen sima té legyen, ugye ez lesz az, amivel majd itt számolni fogunk, amiben összegzünk, és ezzel is fogunk visszatérni, és akkor ugye az inner productnak, ahogy mondtam, kell ugye egy iterátor egy, ami a first, kell egy iterátor egy, ami a last, egy iterátor kettő, ami ugye a, hát, first 2, maradjunk annyiba, ugye meg kell egy T, ami pedig a kimenet lesz. Mármint, hogy az eredmény pontosabban. Hát, de akkor ne out legyen, hát igen, out vagy init legyen init, mert múlt alkalommal init volt, akkor legyen most is az. Na, és akkor itt kezdünk el számolni, szépen megint végigmegyünk. tehát végigmegyünk elemről elemre, és összegzünk. init plusz a ugye a csillag first egy, szorozva ugye a csillag first kettővel. Így van. Hát, zárójelezzünk csak a biztonság kedvéért. Ugye, hát ezt, jó, beteszem zárójelbe, de tényleg csak azért, mert ugye ezt szoktuk mondani, hogy a, a butaság véd minket, ha nem tudjuk a kiértékelési sorrendet, tegyük be zárójelbe. Jó, és léptessük az iterátorokat. Oké, jó, tehát itt szépen végmentünk, összegeztünk, már csak annyi dolgunk van, hogy visszaadjuk az eredményt. és bízzunk benne, hogy jó sikerül. Na nézzük. Ah, first, egy, így. Aha, oké. Okay. Jó, akkor nem itt írom át, hanem itt. És akkor simán first lesz. Nézzük. Jó, és itt szépen kiszámolja nekünk. Hát, ha gondoljátok, fejbe gyorsan számoljátok ki, vagy számológéppel, ahogy tetszik. Én emlékeim szerint ennyinek kell kijönni. Reméljük, hogy jól is működik. Ezt is tudjuk még egy picit cizellálni, úgyhogy tegyük is meg. Csináljunk ebből egy második verziót és annyiban módosítsuk, pontosabban bővítsük, hát ezt most majd kiteszem nagyba, hogy itt ezeket a műveleteket adjuk meg paraméterül, jó, tehát paraméterként adjuk meg, ilyet is csináltunk már múlt héten, de gyakorlat teszi a mestert, nézzük meg ezt is, hogy, hogy, hogyan működhet. Tehát egyrészt kell nekünk egy, egy sima tehát egy binary operator, meg még egy binary operator, és ezeket itt át is adjuk paraméterül. Hát hogy lenne ez jó, hogy is van. Aha. Jó, hát itt az inicializáló után akkor pedig eh, megadjuk, hogy tehát átadjuk paraméterül akkor ezeket, hogy mi legyen a művelet, amit elvégzünk, és akkor egyrészt, hú, ezt meg kell néznem, hogy is van a sorrend, ugye el, először a belső, aztán a külső, jó, tehát itt akkor egyrészt elvégezzük a, az elsőt, jó, és akkor itt ugye a, tulajdonképpen a szorzás fog e, először végrehajtódni, aztán pedig elvégezzük a másodikat, ez pedig, hát esetünkben akkor az összeadás lesz. Zárójelkkel csehül állunk. Így jó, így jó. Oké Jó, és akkor itt most specifikáljuk a operátorokat, tehát hogy milyen műveleteket használjunk. Na most szerencsére van a standard library-be beépített, tehát hogy mondjam, milyen előre definiált operátorunk, úgyhogy akkor ezt most tudjuk használni. Hát az első ugye a belső, multiply, tehát az lesz a, a szorzás, de ez nem multiply, hanem multiplies, ugye itt meg kell mondanunk, hogy mi szerint, ugye, hogy double legyen, ugye egyrészt, másrészt pedig, akkor megadjuk, hogy itt pedig a sima összeadás legyen, ugye ez is double szerint, itt szépen megadjuk, így akkor meg tudjuk adni a műveleteket is, hogy szorzás legyen, és összeadás. Jó, és ezt Tetszőlegesen lehet módosítani, ugye standard library van több ilyen ö, művelet is, ilyen binary operation, nézzétek meg, használhatjátok őket. Jó, de próbáljuk ki, hogy jó-e, és ha minden igaz, ugyanezt az értéket kéne kapnunk, és Hát az égnek ugyanezt az értéket is kapjuk. Menjünk tovább, és egy picit rákcsáljunk már ezt a lambda expression-t, meg, meg hát ugye magát a függvényobjektumot is, csak hogy egy kicsit gyakoroljuk már ezt. Ugyanis van még egy ilyen kis program, nem is tudom, hogy ez a könyvben benne van-e, amivel ilyen modulót fogunk számolni. Inkább úgy mondanám, hogy, hogy használni fogjuk ezt a moduló operátort arra, hogy kiírjunk bizonyos elemeket, úgyhogy akkor most ez fog következni, alapvetően úgy nézne ki a dolog, hogy lenne egy vektorunk, aminek vannak elemei, és az adott elemet csak akkor írjuk ki, hogyha mondjuk osztható úszal, vagy osztható valamilyen összeggel. Jó, tehát egy végtelen egyszerű kis program, de ezzel elég jól tudjuk gyakorolni ezeket a lambda Expressionöket. Na, ki ja, akkor vágjunk is bele, ugye ahogy mondtam, kell a vektor. Autocomplete úgy tűnik, hogy teraszozott a hétvégén. Ugye kellni fog a kiírás, és fogunk használni egy beépített függvényt, mégpedig a for et az pedig az algoritmusban van. Így van. Jó, na és akkor nézzük is, hogy mire gondolok, mert a kód az többet mond. Tehát itt van nekünk egy egyszerű integer vektorunk, ugye más itt nem nagyon elképzelhető, mivel hogy modulót fogunk számolni, jó, és ennek adjunk valamilyen értékeket. Oké, okay, és, és adjunk be egy értéket, hogy mondjuk ha 20-szal osztható, akkor tehát csak azokat írja ki azokat az értékeket, amik oszthatóak 20-szal. Nagyon egyszerű. És erre használunk egy fűvényt, mégpedig ezt a printmo modulót aminek egyrészt átadjuk a vektort, átadjuk a output streamet, mert hogy oda fogjuk kérni, tehát átadjuk az értéket, aminél ezt ellenőrizni, amit el, amivel modulót fogunk számolni. Nagyon egyszerű. Jó, és akkor nézzünk rá az előzetes verziójára ennek, tehát egy ilyen első verzióra. Itt van nekünk ez a print moduló, ugye első paraméterbe átadunk egy integer vektor referenciát. Szerintem még konstansként is simán átadhatjuk. Akkor átadunk egy stream referenciát, illetve egy sima integer referenciát, ugye, ami pedig a ha az fogja tartalmazni, amivel a modulót kell számolnunk. Na, és akkor itt használjuk azt a beépített függvényt, ezt a for ami annyit csinál, hogy szépen egyesével végigmegy, és csinál valamit. Jó, szépen egyesével végigmegy. Úgy itt az kell, hogy meg kell adnunk ugye egy iterátorpárt, és harmadik paraméterbe pedig meg kell adnunk azt, hogy hogy mi történjen, tehát hogy mi csináljon tulajdonképpen a program, és itt annyit fogunk csinálni, hogy egy lambda expression segítségével kihírjuk, hogyha osztható a v valamely eleme emmel. Na, és akkor hát egyelőre az érzékenységi listát üresen hagyom, visszatérés nem lesz, egy paramétere lesz, ugye az x, ugye az, amit vizsgálnunk kell, és itt vizsgáljuk le azt, hogy ha ez az x osztható m-mel, ugye? Tehát, hogyha maradék nélkül osztható, viszont akkor ugye egyenlő nulla, ó, tehát ez fontos, akkor írjuk ki ugye az on streamre az X-et. Jó. Na, amit kell nekünk, látjuk, hogy használjuk M-et, meg használjuk a Output streamet, ezért ezt itt az érzékenységi listában át kell adnunk. Ugye OS-t átadjuk referenciaként, az X-et pedig pontosabban az, bocsánat, az m-et pedig érték szerint. Így van, az x pedig itt lesz paraméterbe, tehát ez nyilván rendbe kell, hogy legyen. Na nézzük. De ne ezt. Uh -huh. Oké, okay, van egy kis hibánk. Ez sima O-stream referencia. Oké, okay, és, és, akkor nézzük. Ki írt a 20 és 40-et. Tehát mondhatjuk, hogy jól működik, mert hogy ebben a vektorban csak a 20 és a 40 osztható maradék nélkül 20-szal. Nézzük meg ugyanezt akkor függvényobjektummal is. És itt pedig, hát adjunk neki valami e, misztikus nevet, mondjuk Modulo print És valahogy úgy kéne ezt megoldani, hogy egy picit e, komplexebb e, legyen, tehát ne egy sima e, e, operátor legyen, csak túlterelve, hanem adjuk át neki az output streamet is, meg adjuk át neki az értéket is, amire vizsgálnunk kell. Úgyhogy akkor e, lesz két tagja ugye ez a oStream referencia illetve egy integer amire vizsgáljuk, hogy osztható-e ugye készítsük el a interfészt hozzá ugye egyrészt át kell adnunk egy oStream referenciát illetve az integert, t ezt simán csak bemásoljuk a lokába, de legyen akkor már egyértelmű a név, mert ugye a tuti. Oké, okay, és, és ugye a konstruktor mást nem kell, hogy csináljon, és akkor itt pedig elvégezzük magát a, a műveletet, tehát meghatározzuk a műveletet, ugye a operátor felül definiálásával. És itt pedig annyit fogunk csinálni, mint amit tulajdonképpen itt is végzünk. Tehát ide egy elegáns copy-paste is tökéletes, csak ugye a zárójelekre oda kell figyelni. Jó, hát én úgy gondolom, hogy ez alapvetően ennyi. A kérdés, hogy ezt akkor hogyan is írjuk meg, szerintem legyen egy külön függvény erre ami ugye paraméterül vár egy ilyen függvényobjektumot, pontosabban aminél megadjuk a függvényobjektumot, elnézést, tehát itt a lambda expression helyett, átadjuk ezt a moduló printet, és paraméterül egyrészt átadjuk a O-streamet, másrészt pedig az intet, hogy számolja ki arra az intre. Na, és akkor jöhet a hívás, ugyanúgy vére a Sziautra, illetve m-re. Jó, nézzük. Oké, okay, és úgy tűnik, hogy lefordul, és működik is. Jó, tehát tényleg csak a, a, a különbséget, hogy lássuk, hogy, hogy függvényobjektum, lambda expression. Pár dolgot megmutatnék itt a moduló kapcsán, és ezt elmentem egy új. Uh, forráskódba, csak mert ugye lehetőségünk van ezeknek a lambdáknak nevet is adni, bármilyen furcsa hangzik, meg bármennyire is értelmetlen, de ugye tudunk olyat csinálni, hogy mondjuk itt egy ilyen lokális néven elmentünk egy ilyen lambdát. És akkor tulajdonképpen ha ezt itt kimásoljuk, jó, tehát itt tudunk neki egy nevet adni, akkor ezt innentől kezvényt már tudjuk használni. Jó, ezt gondoltam megmutatom, de azért kipróbálom, hogy jó-e. Így van. Nyilván az eredmény ugyanaz lesz, tehát semmi különös, de van lehetőségünk erre. Jó, hát most az, hogy ennek mi a típusa, abban nem menjünk bele, hát ha jól rémlik, valamilyen függvény pointer típus jellegű lesz, de most erre nem esküdnék meg, ezért jó, hogy van az autó és használhatjuk. És akkor itt látjuk, hogy adtunk neki egy nevet, és innentől kezdve ezt már itt használhatjuk. Nyilván, ha most egy lambdának nevet adunk, az akkor kicsit ki is forgatjuk abból, amiben igazán jó, hogy hát nem kell nevet adni neki, mert olyan egyszerű, hogy használhatjuk. De csak gondoltam, megmutatom, erre is van lehetőség. A másik dolog, ami szerintem egy rémisztő dolog tud lenni, hogy ilyen függvényobjektumokat, Tudunk így hűvényen belül is eh, definiálni, de ezt már tényleg nagyon óvatosan mutatom, mert itt a, a rutinosabb programozó kollégák már eh, riportolnak a Twitch-nél. De alapvetően erre is van eh, lehetőségünk, ami hát nem azt mondom, hogy eh, szörnyű és rettenetes, de maradjunk annyiba, hogy ilyet eh, hát se nagyon ilyet se szoktunk azért csinálni. Jó? De ezt is megmutatom, Elvileg ennek is így működnie kell. De ez így már azért a olvashatóságnak, dokumentálhatóságnak nagyon-nagyon rosszat tesz. Jó, de a lehetőség megvan rá, ha láttok ilyet, ne lepődjetek meg. Picit egyszerűsítsünk ezen, és akkor hát lassan ez a moduló printel akkor meg is vagyunk. Ugye Mit is kellene nekünk csinálni? Hát ugye egyrészt két dolgon még itt tudunk javítani, hát hogy miért kéne, hogy ez vektor legyen, ez meg mérkényen hogy ink legyen, mi nem lehet ezt ö, generikusan, hát írjuk meg akkor generikusra ezt is. Ugye egy részt legyen egy, ö, ugye a tárolóra, meg legyen egy, ugye a, az értékre és akkor itt ugye a tároló az egy konstans t referencia lesz, a érték meg egy konstans k referencia, és akkor itt ugye, mást ha jól látom nem is kell módosítanunk, mert ugye innentől kezdve akkor ez már generikus, hát ezt most innen kitörlöm, mert ez itt most csak zavarna minket, és akkor, hogy ezt lássuk, hogy egyrészt működik intvektorra, meg működik int listára is. Hát hogy kéne először is. Hát, de az in, in, ez az m az kelleni fog, az biztos. Úgyhogy ezt kihozzuk a legfelőre. Itt akkor kiírjuk a v a modulóit, ezt átírjuk itt listára. Jó. Tehát látjuk, hogy itt van egy int vektor, hívjuk a print modulót erre a vektorra, itt pedig akkor megnézzük ugyanezt listára, csak akkor ez L legyen, ne V. És ne a moduló F, hanem a sima print modulót hívjuk. Így van. Jó, még annyiból is jó, hogy azt írtam át, nem a másikat. Jó, tehát kicsit generikusra Állítottuk ezt a. ezt a print moduló függvényt, de próbáljuk ki. A listát be kéne inkludolni. Nézzük. Oké, okay, és. Opa a 3-ost írjuk ki. Jó, és itt szépen látjuk, hogy 20, 40, tehát ugyanúgy kiírta, hogy kell. Jó, tehát mit csináltunk? Átírtuk generikusra a print moduló függvényünket, így már nem köt a se a konténer típusa, se a ö, keresendő elem típusa. Itt alapvetően mondjuk nem is biztos, hogy ennek olyan nagyon sok értelme van, mert ugye itt integerre számoljuk a modulót, Uh, lehetne ezt még egy picit generikusabbra, azt is megnézzük. Már, hogyha két uh, vannak különböző generikus szintek, na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy itt még egy picit ezen uh, fogunk azért dolgozni, csak akkor már valószínű nem modulót fogunk számolni. Picit mást fogunk számolni, hanem hogy mondjuk ilyen. Hát legyen Greater. Jó, tehát egy sima ilyen kisebb-nagyobb. Úgyhogy ezt itt most ki is veszem. És akkor ez a függvény már itt nekünk nem is fog kelleni, hanem simán a mainbe fogunk számolgatni. És itt nem moduló print lesz, hanem mondjuk greater print. Ugyanúgy átadunk neki egy OS referenciát, meg egy valamilyen M értéket. De akkor ezt Kihozzuk elé, mert akkor itt ugye ezt az OS referenciát is kéne nekünk deklarálni, aminek mondjuk nincs értelme. Ugye a Tib azért mondta, hogy ezek működnek globálisan, de azért biztos, ami biztos, meg hát miért is ne lássatok ilyet is. És akkor itt a forint ugyanúgy fog működni. Tehát itt akkor ez a print moduló már nem is kell, hanem akkor itt van nekünk ez a két konténer, és nem modulót számolunk, hanem ugye kisebbet nagyobbat, tehát azt fogjuk kiírni, ami egy bizonyos értéknél nagyobb, és akkor egy lesz egy integer vektorunk. Viszont a listát most már át fogjuk írni double és akkor szerintem itt már sejtitek, hogy mire is megy ki a játék. És akkor végigmegyünk vén, itt ez most már greater print, illetve végig fogunk menni ellen is. És akkor itt átadjuk egyrészt m-et, Hát, meg legyen egy double. Uh -huh. Hát, maradjon az m, jó lesz, jó lesz szerintem az m, mert itt majd akkor át fogjuk ezt alakítani. Tehát m-et adunk át, és akkor itt annyit fogunk módosítani ezen a lambda hogy ezt átírjuk ilyen típus paraméteresre. Tehát, hogy ez az x, ez k-típusú lesz, és ide pedig megadjuk, Ugye a típus paramétert. Jó, és hogyha minden igaz, akkor ha az x nagyobb, mint ez az m, akkor kiírjuk. Na de próbáljuk ki. És, és így is van, és szépen ki is írja nekünk az összesen értéket, ami nagyobb, mint 20. És hogy nyilván egyrészt kiírja a vektorra, másrészt pedig a listára is. Hát igen, itt alapvetően annyiban lehet most vitatkozni, hogy akkor van -e annak értelme, hogyha tudjuk, a hogy, hogy mire nézzük, ennek azért tudjuk a... Tudhatjuk a típusát, de ez egy kicsit akkor egy úgymond ilyen generikus lambda, hogy itt akkor az M az bármilyen típus lehet. Jó, és akkor ugye már értelmezve arra, hogy hasonlítjuk ugye X-szel. Meg hát ugye az X is bármilyen típus lehet. Kezdjük a Meppel okvetlenül. és először egy nagyon egyszerű kis példát fogunk megnézni. Ugye csak a használatra. Na csak, csak sikerül leírni. Map, meg hát megint fogunk kiírni. És csak hogy tényleg hogyan kell, hogyan lehet használnunk egy ilyen ilyen map adat szerkezetet. Ugye, ahogy mondtam, múlt héten ugye a prezentációban volt szó róla, hogy ilyen kulcsértékpárokat adunk meg, és ilyen kulcsértékpárokkal működik tulajdonképpen ez a map adat szerkezet. Ez az első olyan adat szerkezet, ami nem ilyen szekvenciális, amit nézünk, hanem, hanem ez egy asszociatív adatszerkezet, és ugye, ahogy mondtam, mögötte egy ilyen piros-fekete fa van, Tanultok majd ilyet, ha most éppen nem tanuljátok, akkor majd tudni fogjátok, hogy mit is jelent az, hogy egy piros fekete fa van ugye, az implementációjában a Én most tényleg csak azt akarom, hogy hogyan kell, hogyan lehet használni. Na, és akkor hozzunk ki létre egy ilyet, egy nagyon egyszerű kis szólistát, és itt most nem a énekesre gondolok, hanem egy szólistát aminek ugye az első, tehát maga a kulcs, ez egy string, a érték pedig egy integer lesz, csak hogy akkor miért adok neki nevet, az jó kérdés, és egy ilyen words listát fogunk elkészíteni. Amit tulajdonképpen lesz, hogy azt fogjuk nézni, hogy egy szövegben egy szó hányszor fordul elő. Tehát hányszor fordul elő egy szövegben nagyon egyszerű ö, kis program. Na hát, olvassuk be azt a szöveget. Ugye a szokott módon, és ö, annyit kell nekünk csinálnunk. Úgy van ez a words, ugye maga ez a map adatszerkezet. Ugye ezt tudjuk subscriptelni stringel ugye mert hogy az lesz a kulcs, ugye a string, amivel subscriptelünk, és ez vissza fog nekünk adni egy referenciát az értékre, tehát ez a kulcsértékpárhoz tartozó értékhez fog nekünk visszaadni egy referenciát, és ezt a referenciát pedig szépen megnöveljük egyel. Jó. Oké, és tehát ezzel tulajdonképpen készen van egy olyan kis program, amivel egy szövegben elforduló szavaknak a számát tudjuk, e, tudjuk mérni. De írjuk is ezt ki, hiszen önmagában azért ez egy viszonylag haszontalan program lenne. Ugye elemről elemre megyünk ebbe a Words e, adatszerkezetbe, és itt csak annyit csinálunk, hogy a standard out-ra egy egyrészt a Words-nek tehát ennek a first tagját, ugye így hivatkozunk szópárra, vagy kulcsértékpára, bocsánat, és utána pedig kiírjuk az ének e a second tagját, ami pedig ennek a kulcsértékpárnak az érték tagja lesz. Ugye, ha jól emlékszem, így van, és a vissza nullával. Na, én itt előkészítettem egy szöveget, persze, ha megtalálom. Így van. Át is másolom ide, csak mert természetesen ezt nem oda másoltam, ahova mi ezt szeretnénk használni. Oké, okay, és mutatom is a szöveget. Hogyha jó helyre másoltam. Így van, itt van ez a Input TXT. Jó, hát egy Wikipedia szócik, egy nagyon egyszerű kis dolog ez a dark című sorozatról. Ha jól emlékszem ezt a Wikipédiáról másoltam ki, hát ezt nézzük meg, hogy most milyen szavak hányszor fordulnak elő benne. Ugye, futassuk akkor le. Névtér az rendszeres államarad. Oké és. pont per map és simán beirányítjuk ezzel a Linuxos átirányítással a programunkba. Jó, és itt szépen, ugye itt összeszámolta nekünk, ez pedig ugye a kiírás, és minden egyes szóra külön-külön, ugye itt kiírja nekünk. Hát például, ugye a dark szó az háromszor szerepel benne, a german szó az kétszer szerepel benne, mi van még itt, az off, szócska az négyszer szerepel benne, és így tovább. És így szépen összeszámolja nekünk. Jó. Oké. Lesz-e szó a perről? Tulajdonképpen ez egy per, tehát egy, egy pár, és ezért hivatkozunk ugye a párnak az első elemére first el, a második elemére pedig second -tel. Jó. Oké, okay. tudunk konkrét elemre is hivatkozni, tehát mondjuk tudunk olyat csinálni, hogy kiírjuk egy konkrét elemnek, hát nyilván, hogyha itt tudunk eset, akkor tudunk mást is. Tehát mondjuk a wordsnek én kíváncsi vagyok arra, hogy a d kulcsa hivatkozott eleme az milyen értéket hordoz. Tehát ezt az egy. Számot itt írja ki nekünk. Jó, és itt látjuk, hogy a végén kiír egy hatost. Kiír egy hatost. Jó, mert a dő szócska az hatszor fordul elő a szövegben. A konkrét példa erre a mentnek a használatára. Ugyanez picit visszakanyarodunk a, a, a tőzsdeindexes, tehát ez a DJI-os példára, és akkor ezt fogjuk megnézni. Ugye egy részt akkor megint fogjuk használni a mepet. Csak jó ez a kurzus header, hogy nem kell mindig ezt minden egyes program előtt beírozsivatni van egy ugye, tehát kiírást is fogunk használni, meg fogunk használni, mit fogunk használni? Hát lehet, hogy egyelőre ennyit, aztán majd meglátjuk. Jó, na, és akkor, ugye amiket számolni fogunk, ezek a DJI indexek, és ennek kapcsán, hát három darab mepet már is így be nektek, csak hogy ne kelljen lepötyögni. Ez pedig, ugye, egyrészt van itt egy do Price-unk, egy Dow Weissünk és egy Dow Némünk. Hogy mik ezek? Ugye az adott részvénynek az ára, az adott részvénynek a súlya, hogy milyen súlya lesik ladba az index számításakor, illetve van egy neve, tehát egy olyan név, amivel, tehát ugye a cégnek a neve. Most itt nem reklám, nem tudom, hogy ezek a, gondolom ezek a cégek léteznek, de tök mindegy. Jó. Na, ugye, imént ezt egy vektorban néztük meg, és ott azért csak kényelmetlen volt a dolog, hiszen, ugye, ahogy rávilágítottatok is, hogy most akkor ugyanolyan hosszú-e, nem ugyanolyan hosszú, akkor most biztos, hogy jó, jól számoljuk-e a párokat, jó sorrende vannak. Itt meg azért, ugye, rendezve van, meg, meg tényleg úgymond ilyen kulcsérték párokkal vannak. Ugye itt van magának a részvénynek az azonosítója, itt pedig az ára. Ugye, a súlynak megint van az azonosító és az ahhoz tartozó ár. Tehát ez így egy kicsit egyértelműbb, picit jobban használható, Szerintem ez a map adatstruktúra, ez itt most tök jól, tök jól használható. Jó, és akkor ugyanígy itt van a, a név is, és igazából már, hogyha valamit ki kell írni, akkor itt a, a nevet is tudjuk használni. Jó, na csináljunk egy pár ilyen... Lekérdezést mondjuk nézzünk egy olyat, csak tényleg, amit a imént is csináltunk, hogy mondjuk kérdezzük ennek a Aqua-nak az értékét. Ugye akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy fogjuk a do Price-ot, és simán subscripteljük a megfelelő kulcsal, amit Aqua Price, bocsánat, nem do Price. Alqua Price, simán subscripteljük, ugye az Alqua tartozó kulcsal, amint a sima két A betű. Jó, hát nyilván ezt ki is tudjuk próbálni, tehát ki is tudjuk írni, ugye hát szépen mondjuk itt már akkor működhetne az, hogy a nevet így írjuk ki, hogy domain, Ugye a két alval. Hát dobjunk utána egy szó közt. Csak hogy szép legyen, és itt pedig a price ot már ki tudjuk írni. Jó, tehát itt írjuk a nevet. Reményeim szerint itt pedig kiírjuk ezt az értéket, hát nyilván itt mondjuk ennek a külön lokálváltozónak nem lenne most feltétlenül szerepe, mindjárt megnézzük azt is, hogy, de én itt miért alkaprice price-t írok, ez do price, bocsánat, de először jó írtam, aztán kiavítottam rosszra. Jó, szóval így a do price subscripteljük, nyilván, és akkor megkapjuk az alkoának a értékét. Na nézzük, Oké okay, és másuk. Jó, uh, és itt szépen kírja nekünk ugye egyrészt a nevet, másrészt pedig ugye ezt az price t ami 34,69. Egészen pontosan. Jó, nem lenne feltétlenül fontos külön változót használni, ugye ezt ide bedobhatjuk, ugye akkor is uh, ugyanez fog történni, hogy szépen kírja itt nekünk a. a részvénynek az árát. Nézzünk meg még egy valamit, itt a map kapcsán, és akkor utána kipróbáljuk, hogy hogyan lehet ezeken dji indexet számolni, hogy tudunk keresni is, természetesen, tehát ugye itt ebbe a mapbe van egy ilyen find tag, tehát mondjuk tudunk ilyet csinálni, hogy mondjuk keressük ki, hogy ebbe a low price-ba tehát abban a do Price mapben benne van-e mondjuk a, hát mondjuk az Intel mint ö, részvény, tehát ez az INTC, ez az Intelnek a ö, rövidítése igazából, és ez ö, ugye fine függvény, iterátort ad vissza, és hogyha ez nem egyenlő a low price end akkor az azt jelenti, hogy benne van. Jó, tehát ilyet is tudunk csinálni, ugye egyébként meg, hogyha ugye a végére ér, akkor pedig nincs benne. Is not in do. Jó, tehát ilyet is tudunk, hogy e, itt a find-dal, find taggal e, keresünk e, nódokat, tehát e, keresünk elemeket, hogy benne van-e az adott e, mebbe. Na nézzük meg ezt is. Jó, és hát most ugye nincs benne, mert ugye ilyen tc nincs, de keresünk rá olyanra, ami van, mondjuk ez a MMM, csak hogy tényleg lássuk, hogy működik. Ugye ez pedig benne van, hát az mondjuk nem az Intel, de mindegy, látjuk, hogy azért működik. Vissza is írom, hogy nehogy megkavarodjunk itt, a, mikor nézitek a forrást otthon. Amit még jó lenne megnéznünk, hogy akkor hogyan tudunk itt a Innel product mókolni, hát igazából nagyon egyszerű, mert tulajdonképpen csak megint csak iterátoraink vannak, tehát simán tudjuk használni. Ugye használjuk az inner productot, csak most már a standard névtérben itt, tehát a rendeset. Mert ugye eddig ugye sajátot használtunk, de most már használjuk azt, ami be van építve, a, tehát ami a standard library része és akkor hogyan is kéne ezt, ugye egyrészt végig kell mennünk a price-on, meg a súlyon. Tehát kell egy do price begin, egy do price end. Ugye kell egy do wait begin. Ez biztos. Emlékeim szerint a harmadik paraméter lesz a init, tehát az inicializáló érték és itt pedig két binary operátor, tehát bináris operátor kell. Ugye itt a, megadjuk a külsőt, ami egy sima plusz, ugye double-re specializálva, illetve, illetve, és akkor itt jön most ugye a, a, lényeg, hogy itt viszont ugye ki kell nekünk venni ugye a súlyértékeket. Jó, mert ugye itt a, a szorzás jön, csak ugye párokat nem tudunk szorozni, tehát simán a, a azt nem tudjuk átadni neki, amit eddig is használtunk, ugye a sima multiply mert az nem fog működni, hanem nekünk meg kell adnunk egy függvényt, és akkor ez most legyen egy függvény, csak hogy ilyet is lássunk, mert ugye érkezett kérdés, hogy sima függvényt használtunk-e, hát használtunk, csak akkor meg kell írnunk, és e, itt ugye, akkor ugye egy double adunk vissza, weighted value, és itt két paraméter lesz, ugye mert itt párokon fog végigvenni, tehát ugye ez, ez lesz az egyik pár, ez pedig a másik pár, tehát ezeken a pár párokon fog végigmenni, és ezekből a pár párokból kell nekünk kivenni, ugye, a, a második tagot, tehát a second ö, tagot, ugye, mert ezeket fogjuk így szépen párossával összeszorozgatni. Jó, tehát akkor nézzük ezt. Ugye itt ö, akkor már rögtön látszódni is fog, hogy itt ezek párok, de hát milyen párok, ugye aminek az első tagja egy string, a második tagja pedig egy double. Ugye pár referencia lesz, mert referencia szerint szerintem egyszerűbb itt átadni. Ugye van A és B, ugye ezek a paraméterei, és a törzsbe pedig annyit csinálunk, hogy visszaadjuk az A.second, szorozva a B pont Jó? Tehát ez az a rész, amikor szépen kivesszük a konkrét értékeket ebből a mebből. Jó. Ha jól dolgoztunk, akkor már csak annyi a dolgunk, hogy kiírjuk. és bízunk benne, hogy jól dolgoztunk. Még ami volt eszembe, hogy az inner productot be kell inkludolni, ami, ha jól emlékszem, a numeric headerben van, de majd mindjárt kiderül. Ha nem, akkor javítjuk. Na nézzük. Biztató. Így is van, és szépen ki is írja nekünk, és ugyanaz az érték lett, mint amit az imént is számoltunk. Nézzünk tényleg erre is egy példát, és akkor ez az utolsó dolog, amivel ma foglalkozunk. Gyorsan elmentem először, és használni fogjuk a setet, nyilván, és használni fogjuk az iO streamet. Jó, mert hogy nyilván ki fogjuk írni. Viszont te meg annyit, hogy hogy, hogy, hogy egyrészt saját típusra készítsünk ilyen szetet, jó, tehát készítsünk saját típusra szetet, és csak mert az úgy látványosabb, meg izgalmasabb, mert ugye, hogyha saját típusunk van, akkor arra majd meg kell mondanunk azt, hogy hogyan is néz ki a rendezés. Jó, tehát arra kell egy rendező elvet majd adnunk. És hát egy nagyon gagyi példát nézzünk, pedig az, hogy ilyen gyümölcsöket fogunk egy ilyen szedbe pakolászni. Na de nézzük akkor egy ilyen struktúrát. Egyrészt legyen egy névtagja, hát nyilván, legyen egy ár tagja. Egy darab tagja, bocsánat, meg legyen egy egységár tagja. Jó? Hát optimista módon a unit price az double, Magyarországon ennek nem lenne sok értelme, de legyen double. Oké. Na, és akkor ezeket fogjuk egy mebbe berendezni. Már is mutatom, hogy milyen módon. Ugye megint csak egy mepet hozunk létre bocsánat, szetet hozunk létre. Ha mepet mondtam, akkor elnézést, természetesen szetet fogunk nézni. És ennek a szetnek először is meg kell mondanunk, hogy ilyen gyümölcsöket szeretnénk beletenni. Másik pedig az, hogy meg kell nekünk mondani, hogy ö, mi, le, mi a rendező elv. Jó, és akkor mindjárt mondom, hogy ö, ez hogyan is néz ki. Egyébként, no spoiler, ez egy ilyen függvényobjektum lesz. Jó, egy nagyon egyszerű függvényobjektum, de meg kell nekünk mondani, hiszen a set az rendezett. Jó, tehát meg kell mondanunk, hogy hogyan legyen itt a rendezés. És ezzel tulajdonképpen csak annyit fogunk csinálni, hogy hozzáadunk párat. Itt egy egyrészt hozzáadunk egy simán így névtelenül, mert ugye ezt megtehetjük, és itt belül pedig felsoroljuk ugye a tagoknak az értékét. Hát legyen az első az alma, itt tudom legyen 5 darabunk, meg legyen a unit price mondjuk 2,5, jelentsen ez bármit is, és csináljuk meg mondjuk dinnyére, illetve csináljuk meg mondjuk balaszkra, miért is ne, mondjuk dinnyéből legyen kettőnk, a unit price, hát itt nyilván legyen magasabb, mondjuk 8, egész kettő, csak hogy tényleg, hogy deből, ugye a baracból meg legyen, hát mondjuk 10 darabunk, és ennek is legyen magas a unit price -a, de mondjuk a kettő között valahol. Jó. Na és akkor így van a három ö, gyümölcsünk már itt a, a fruitben. Um, és amint még jó lenne, mondjuk írjuk ki. Hát de akkor legyen már fluid, csak hogy egyértelműbb legyen, és itt pedig szépen kiírjuk. Jó. Na, a rendezés mellett nekünk itt még mit kell definiálnunk? Ezt nem tudjuk. Boldi, tökéletes? Tökéletes. Így van, így van. Hát, márká, igen, e, ugye a, a függvényobjektumba azt, azt meg kell írnunk. Na, ugye akkor tegyük is ezt meg. Kezdjük ugye az orderrel. És hát ez egy egyszerű függvényobjektum lesz, tehát itt most simán csak a operátorunk lesz. És ö, ugye két, ö, nyilván egy rendezésnél, ugye az összehasonlításnál két ö, tag kell. Ugye egy fruit referencia, illetve egy másik fruit referencia. Jó, és szépen visszaadjuk. A, hát, menjünk név szerint, mindegy igazából, tehát rendezünk név sorrendbe, név szerint sorrendbe, így van, jó, Kis, ez az egyik, a másik, mert akkor írjuk meg az operátort, Oké, és akkor hogy is írjuk ki? Ugye? Hát írjuk ki a nevet, accountot, meg a price-ot. Így viszonylag egyszerűen. f.name, Mondjuk legyen utána egy price. és egy count. Ha jól emlékszem a dolgokra, unit price, bocsánat. Unit price, illetve count. Jó, és a return OS ne felejtjük el. Próbáljuk ki. lefordul, és le is fut.